Holnap nyílik udvarhelyszék legrangosabb gazdasági eseménye, az őszi vásár rendezvénysorozat. A három nap alatt üzleti konferencia, székelytermékek fesztiválja és borfesztivál kap helyet a kínálatban. A 24. alkalommal megszervezett székelyudvarhelyi expóra nemzetközi vendégeket is várnak. A fogyasztási cikkektől az optikai kellékekig szinte minden megtekinthető lesz csütörtöktől a székelyudvari sportcsarnokban és környékén. A 24. őszi vásár szervezői sajtótájékoztatón számoltak be az újdonságokról. Újdonságként elmondanám, hogy lengyel-magyar székely fórumot szervezünk, lengyelországi delegáció érkezik, és a Magyar Nemzeti Kereskedőházi jóvoltából itt lesznek a magyarországi kiállítók is. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a helyi vállalkozók, a lengyelek és a magyarok közös összefogással prosperáló üzleteket köthetnek a közeljövőben. Az őszi vásár égisze alatt 7. alkalommal szervezik meg a Székely Termékek Fesztiválját, valamint a szintén nagy népszerűségnek örvendő borfesztivált. Orbán Árpád alpolgármester szerint az őszi vásárnak fontos szerepe van a város életében, ezért kötelező a támogatása. A gazdaság egy húzóágazat, nem kérdés, ez oda kellene figyelni. Lehetünk büszkék arra, hogy udvarhelyszék Hargita megyében talán a legjobban teljesít, de igazából Székelyföld azért nem teljesít talán nagyon, úgyhogy sok-sok munka van itt. Az őszi vásár csütörtökön nyílik, naponta 10 órától várja az érdeklődőket, a kapuzárásra vasárnap 18 órakor kerül sor.